Laurent 15-16-os tanévtől tanítom. Ez egy 8 osztályos gimnázium, és ez egy hosszú időszak, hogy meg tudtam ismerni. Lauráról kérdeztem az osztálytársait, hogy mit gondolnak, és az egyik osztálytársa, egyik legjobb barátnője azt mondta, hogy baromira okos, és igen, jó humora van. Ez azért is érdekes, mert Laurát, ha elsőre visszagondolok, akkor egy nagyon csendes embert ismertem meg, aki a csendesség ellenére nagyon magas teljesítmény produkál a tanulásban, minden évben kitűnő, rengeteg dicsérettel, és ez a harc a személyisége egy nagyon érdekes ellentétben áll. Láttam küzdeni egyszer valamilyen tesiúra szünetében, vagy valamilyen diáknapon egy labdáért küzdöttek, és akkor láttam, hogy hú, egy ilyen óriási felfújható labdáért küzdöttek az osztálytársak a játékosan, de Laura mindent beleadott, és megszerezte azt a labdát. Szerintem alkalmas egy profi sportkarrier véghezviteléhez, rendkívül kitartó, nagyon sok feladatot húzba vállal, csak azért, hogy minden sikeresebb legyen ezen a pályán. És össze tudja hangolni a tanulmányaival, illetve a közönséggel. Kérdeztem tőle, hogy mit szeret a suliban, vagy mi az, ami inspirálja, és azt mondta, hogy a csapatjáték, tehát ő úgy éli meg az osztályát, mintha az is egy csapat lenne, egy közösség. Munkácsi Károly díjat vehetett át Igaz Laura Elena, a Kempelen Farkas Gimnázium 9. A osztályos tanulója, szeptember 4-én a Klauzál házban megrendezett díjátadó gálán. Laura 8 éves korában kezdett el dzsúdózni. Eredetileg balettel kezdtem a sportpályafutásomat, mint ahogy a legtöbb kislány. Körülbelül 4 évig űztem egyébként. Viszont fokozatosan rá kellett döbbenjek, hogy ez nem nekem való. Judóval egy ilyen iskolai előadáson ismerkedtem meg, és hát jött a döntés, rögtön rátaláltam, hogy ez az én sportom, és én ezt szeretném csinálni. Egyrészt a szellemét szeretem a judónak, és magát a mozgásformát. Én egy küzdő személyiség vagyok, úgyhogy ez a küzdősport, ez a versenyszellem, ez mindig is bennem volt. Bár az edzéseken inkább fiúk vannak, de Laura jól beilleszkedett közéjük. Iskola után is szívesen vesz részt az órákon. Iskolai időszakban van délutánonként minimum 2 óra. Ezen kívül reggelente 2-szer van ugyanúgy 2 óra. Mikor nyár volt és nem volt iskola, akkor minden nap volt edzés, délelőtt és délután, és így napi tudtam 4-5 órát edzeni. A judó test-test elleni harca a japánoktól ered. Lényege az ellenfél földre dobása, gáncsolása, földön való leszorítása, karjának feszítése, illetve az ellenfél folytófogással való ártalmatlanná tétele. Így nem csoda, mennyire fontos a sportolók erőnléte. Mint hogy a legtöbb küzdősportban, mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az erő és az állóképesség fejlesztésére. Viszont a judóban nem csak az erőről és az állóképességről van szó, szükség van még technikák gyakorlására is, amelyeket majd küzdelemben alkalmazunk. Tehát összességében egy edzés erős az állóképesség fejlesztéséből áll, technikákat gyakorlunk, és küzdünk is. Hogy ezek között melyik része dominál, az az időszak függvénye. Laurát a minél jobb eredmények elérése hajtja, ebben az edzője is támogatja. Egy jó edző mindenképpen támogatja és bíztatja a tanítványát. Én az edzőmmel rendkívül együtt tudok működni, és egy hullámhosszon vagyunk.
A 8 éve judózó Laura jelenleg az első éves ifjúsági csoportban edz. Van egy jó csapat, ez egy összetartó közösség. A világjárvány miatt az idei szezonban sok verseny elmaradt. Remélhetőleg, hogy ez a világjárvány már jövő évre le fog csengeni, és akkor újra el lehet kezdeni a versenyzést. A fiatal sportoló tervei hosszú távra szólnak. Mindenképpen versenyezni szeretnék. Nagy céljaim vannak ebben a sportban. Szeretnék világversenyeken jól szerepelni, nemzetközileg is sikeres elismert judokává válni. Örülök, hogy így elismerik a munkámat. Büszke vagyok rá, és jó érzéssel tölt el.